Sziasztok, ez itt a Blockchain Blum Hungary, a blockchain tudásforrásén én Pink Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony a bitcoin birtokosok többsége tartja a bitcoint, ugye látszik is, hogy nem is nagyon mozog a piac, nem adják el, és pontosan ezért az inaktív bitcoin címek minden idők csúcsát értékel, és ez nem... A nem tudom, 8-10 éves címekre vonatkozik, hanem sokkal rövidebb időszakra, de már is mutatom. Aztán a második arról fog majd szólni, hogy milyen drasztikus mértékben is növekszik az usa adósága igazából napi szinten, Érdemes ezzel foglalkozni, mert ilyen szinten inflálják el az amerikai dollárt. A harmadik hír pedig arról fog szólni, hogy a Binance és CZ felveszi a kesztyűt, és bizony azt kérik, hogy az SEC perének, a, utasítsa el a bíró az SEC-nek a, a, a perét és hogy miért, erről is mindjárt fogok beszélni. Szóval ezekről lesz szó a mai videóban, aztán mindjárt beszélek a játékról, tudjátok, hogy majd tudjatok blockchain blumos klassz képzést nyerni, hogyan juttok ez. Nézzünk rá egy picit majd a bátortábor gyűjtésre, mert nagyon szépen alakulnak a számok, büszke vagyok rátok és természetesen jön majd a kérdez rovat a videó végén. Ne felejtsd el, minden nap hozom itt a legfrissebb kripto és blokklánc híreket. Vannak ezek a hosszabb ö, videóval ö, rendelkező napok ugye a hétköznapokon, és ugye minden nap hétvégén is short videók. Tehát a lényeg az, hogyha nem akarsz semmi fontosról lemaradni, akkor egyszerűen csak iratkozz fel, feliratkozogom, csengetj összes ennyit kell csinálnod, semmi más dolgod nincsen. És hogyha tetszik a tartalom, hogy gyártok, akkor pedig mindenképpen nyomj egy lájkot, segíti a videót, segíti a csatornát, és részedről egy tök jó visszajelzés, tényleg csak egy gomnyomás, na akkor vágjunk bele. Ez a könyv, amit itt láttál, ez jelölve lett a Duonics András irodalmi díjra méghozzá az ismeret terjesztő kategóriában. És ezzel kötöttem össze a játékot, mert igazából ez egy közönség szavazás. A link itt van, közvetlen a videó alatt benne van, az időbégeknél is benne van, ugye egy rögzített kommentben legfölül. Szóval, hogyha Facebookos részére kattintasz, ugye fönt vagy a Facebookon, akkor egyszer rögtön ide fog vinni, nem kell keresgetni, itt megtalálod Pinke Attilát, hogyha rám szavazol. Köszönöm szépen, jövő hét hétfőn a szavazók között kifogok három három darab képzés sorsolni, te választod az adózás, kriptoadózás kurzust leszámítva, bármelyik képzést választhatod, hogyha ott vagy a nyertesek között. És a másik link, erre is nagyon fontos, hogy szavaz, mert akkor lesznek csak érvényesek a, hogy, a szavazatait, hogy részt vegyél a játékban. Ez pedig itt a, igazából egy gmail es címet, hogy van, akkor már Google címeddel tudsz szavazni. Itt is van a link, és akkor itt rámész az ismeret terjesztő kategóriára, és a Finke Attila mellé nyomsz egy ugye, szavazást. Van egy harmadik módja annak, hogy összeadódnak a szavazók, tehát fontos, hogy mindenhol lead, de az olyan bonyolultnak tönt, hogy itt szintén lemész, és akkor valahol itt van a, 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 a nem tudom, csillagozni lehet, de nem tudom, ezeken nem túl, túl könnyűnek. Mindegy, az, az egy kicsit kimarad. Szóval a lényeg az, hogy ezt a Facebookos és ezt a részt, ha nyomjátok, akkor a, a könyv tud esetleg nyerni, hiszen közönségszavazás van. Na, és hogyha megnézzük a bátor Bátortábort, akkor már 2.682.697 forintnál tartunk. Ez már az 53%-a a belőtt célnak. Ugye a gyűjtés szeptember elején indult. Most ugye szeptember 22-e van, már lefutottam a félmaratont, a tavalyi cél 3 millió volt, 3,5 lett belőle, az idei cél 5 millió, és most még van kb. egy hónap a gyűjtésből, október 15-én futom a nagymaratont, de a lényeg nem erről szól, nem az én futásomról szól, ez csak egy kampány, ami fölhívja erre a figyelmet, de a, a lényeg az, hogy minél többen, tényleg több ezeren nézitek ezeket a videókat minden nap ha csak annyit csinálnátok, hogy mindenki, nézzétek meg itt, itt vannak, hogy ki mennyit ad. Tehát, hogy látjátok, 15 ezeret, 10 ezeret, 20 ezeret, 5 ezeret, 3 ezeret, 6 ezeret, 50 ezeret, 3 ezeret, most csak azokat mondom, hogy ki van írva, 500 forintot. Tehát mindenkinek megvan az a határ, hogy beszálljon ebbe, hogyha neked valamiért bármikor is tök jó volt, hogy vannak ezek több mint három éve ezek a napi friss információk. Tudjátok, én csatornatámogatás soha nem kérek, mert nem azért csinálom ezt az egész YouTube csatornát, de akkor most a bátor távolnak óvatosan odaadhatjátok, hiszen e, akkor itt tényleg nem ez célra megy. Ugye beteg gyermekek, súlyosan beteg gyermekek és családjait támogatja a bátortából. Nincsen más gond, e, dolgod, mint ugye egyszerűen csak én is támogatomra rámész, és ott kiválasztod, hogy mit, Pinka Attila kampányát támogatod, és ez a közös sikerünk lesz. Én nagyon várom már majd a végeredményt, mert tavaly nagyon jó érzés volt, hogy mi, együtt raktuk össze azt a több mint 3 millió forintot, és ezzel rekordot döntöttünk. Most egy újabb rekordra megyünk. Eee, nagyon klassz. 2011 óta ugye ezzel a múlt mit mi tartjuk a rekordot, de nem a rekord számít, csak hogy a lényeg, hogy, hogy egy nagyobb mennyiségű pénzt tudjanak kapni, hogy tényleg tudjanak működni. Na jó, és akkor eee, ma teszem föl a Patreonba természetesen a mi az heti elemzés, amit szoktam. Tehát, hogy a Patreon tag akarsz lenni, ugye már fönt van a tök jó Patreon találkozóról is, az előadás az enyém, balog Dávidé, és ott van még egy zenés blokk is benne, tehát azt is megtaláljátok ott, és újabb videó fognak a jövő héten is természetesen majd felkerülni. Ma még a heti elemzés, itt pedig a teljesen ingyenes kurzus van, amiről mint a YouTube videókból ezekből is csak tanulni tudsz, tehát rengeteg-rengeteg tartalmat gyártok itteket folyamatosan. Na jó! Hogyan is néz ki a piac? A piac jelenleg úgy néz ki, hogy bitcoin 0,6%-ot ment felfelé az elmúlt 24 órában, ezzel 26672 amerikai dollár ér. Ethereum pedig kicsit több mint 1%-ot ment föl, 1598 dolláron van. Aztán a top 100-ban a vezető Terra Classic 8%, a Zirika kb. 8% és Curve Out Token picit több mint 6%-ot ment felfelé. A vesztesek között pedig uh, Multiverse X, ugye ez a uh, egyikori egykori uh, 3,5%-ot esett, kb. ennyit a Toncoin is, és a DYDX is esett 3,5%-ot. Ha megnézzük a Bitcoin gyertyacsártot, de ebben majd részletesen belemünk a heti jellemzésben, akkor lehet látni, hogy igazából folytatódik ez az oldalazás, most egyenlőre tartja magát ez a 26 ezer eleji támaszpont, de nem sikerült ide 20, ö, igazából 27 ezer, 300-200 fölé menni és fölötte tartózkodni, tehát az oldalazás folytatódik. Ennek is köszönhető, hogy nincs nagy pörgés, ugye a, a volumen az, 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 nem túl nagy, és erről is szeretnék beszélni, mert az egyik oka annak, az az oka ennek részben, hogy a többség egyszerűen tartja a bitcoinját, és pontosan ezért inaktív bitcoin címek ugye minden idők csúcsát értékel. Na, de hogy milyen időtartamokról beszélünk, akkor beszéljünk erről. Szóval az inaktív bitcoin címek minden idők csúcsát érték el, méghozzá az egy, a három és az öt éves időtartományokban. tartományokban. Tehát ugye azt jelenti, hogy az elmúlt egy, három és öt évben nem mozogtak azok a bitcoinok. -ok. Ezek vannak most mindenkori ö, csúcson. És ö, ugye ezt lehet látni itt, ö, aki meg akarja nézni a cikket, a, a Cointelegráfon megtalálja. Itt vannak egyébként a adatok a Glassnode-ról, és ez mutatja meg, hogy 2023. júliusa óta vagyunk all time high-on, ugye ezekben az időszakokban. Itt van például, hogy 69 százalék, vagy hogyha bitcoin címekben nézzük, akkor 36,8 millió bitcoin cím az, ami több mint egy éve tartja azt a bitcoin, tehát több mint egy éve nem mozog az a bitcoin, ami rákerült, és ez is rávilágít arra, hogy érződik egyre jobban, hogy megyünk majd kifelé idővel a medvepiacból. A másik pedig ugye arról szól, hogy a a kapcsolatos félelmek mind-mind ugye csökkentek mondjuk egy 2018-19-es bika piachoz, vagy az azt megelőző, bocsánat, medvepiachoz, vagy az azt megelőző medvepiachoz képest. Tehát a másik, hogy nézzétek meg a, a kiáramlás a váltókról. Például a 2021. július óta, ami itt van, ahogy meg a kurzorral, azóta folyamatosan csökken. Ugye itt lehet látni, hogy nagyjából, ha igen, 2,8 millió bitcoin fölött volt akkor, most pedig mostanra, kettő évvel később, alig van több, mint 2 millió bitcoin elérhető a centralizált ugye, kriptovaluta váltókon. És ugye ez is mutatja azt, hogy ahogy csökken majd a kínálat, de majd idővel nőhet a kereslet, lásd mondjuk bitcoin szabályozás, vagy esetleg bitcoin spot ETF-ek, vagy halving, és így tovább, és így tovább, akkor annak mindenképpen felhajtó erején lehet a bitcoinra, és összességében a kriptópiacra is. Tehát azért ez egy nagyon fontos információ, ezért nagyon szeretem ugye a kriptovaluták világát, mert itt a blokkláncon minden ott van feketén, fehéren, meg lehet nézni, nem úgy, mint a bankban és nem tudom hol lévő pénzeknél, amit nem igazán látsz rá, mert ugye nyilván bankitoknak minősül, és így tovább, és így tovább. Nem, a blokkláncon mindig real time-ban lehet látni a mozgásokat, vagy ugye a nem mozgásokat. Jó, a második hír, amiről föl szeretném hívni a figyelmet, ez pedig nem más, mint az USA adósságának drasztikus mértékben való növekedése, és menjünk bele kicsit a részletekbe, hogy ezt érezzétek, hogy milyen szinten megyünk itt felfelé, és mennyire nehéz ez a folyamat, hogy valahogy is vissza legyen fordítva. Az USA, USA adóssága ugye igencsak drasztikusan növekszik, már többször mutattam ezt a US Depth Clockot, és most már láthatjuk, hogy 33 billió amerikai dollárt is elhagytuk, majdnem, majdnem már 100 milliárdal, 99 milliárdal, és ez a szám, ez nagyon durván pörög. De akkor egy kicsit nézzük meg a részleteket. Itt a tweet szerint, amit itt kiposztoltak, lehet látni, hogy amikor 60 órával átléptük ezt a 33 ugye, billió, amerikai angolban trillion ö, ugye, ö, adósságot, akkor már 60 órával az átlépés után már több volt az adósság 50 milliárd dollárral. Ez azt jelenti, hogy ha visszaszóosztod, akkor percenként az USA Állandósága 833 millió dollárral nő, és arra azért, hogy visszafizessék, ugye, csak a kamatokat, ugye, a hitelen, azért fizetnek napi szinten 2 milliárd amerikai dollár. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy ezt menedzselni lehessen, tehát mennyire egy, 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 egy lerobbant rendszer ez, hogy ezt menedzselni lehessen, mi mennyiségű pénzt kell beleönteni. Mondom, 60 órával elteltéve az adóság 50 milliárd amerikai dollárt amerikai dollárban, és milliárdot nőtt 60 óra alatt. Azt ez az ábra nagyon jól szemlélteti, hogy 1923 és 1998 között, mint láthatjátok, nagyjából ugye 70-80 év közötti időszakban nőtt meg 10 billió amerikai dollára. Aztán 2012-re, tehát innentől kezdve, meg 14 év alatt megduplázta magát 20-ra, és ugye itt vagyunk 2023-ban, amikor több mint a háromszorosa, és beszélünk 25 évről, és most már 33 lett, tehát azért lehet látni, hogy itt milyen mértékben nőtt, és itt milyen mértékben nő az államadóság. Tehát lehet látni, hogy ez mennyire, mennyire e, ugye nehéz e, falat nekik. De akkor még kicsit nézzük meg, hogy ez hogyan érinti részben a, 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 ugye a különböző családokat. Ugye nagyon sokan az usa ez divat, hogy fölvesznek hosszú-hosszú évekre, mondjuk 30 évre hitelt, hogy kifizessék azt az ingatlant, amit meg szeretnének venni. A 30 éves ingatlan hitelek 2020. december óta nem voltak ilyen szinten, jelenleg 7,59 ot kell rá fizetni kamatot, és mivel ugye úgy néz ki, hogy 2024 talán szeptemberéig nem lesz kamat csökkentés, hogyha így haladnak az FOMC meetingek, akkor ez akár 8%-ot is elérheti. Tehát jelen pillanatban egy átlagos ilyen új otthonnak a havi törlesztője, hogy milyen szinten sújtja a családokat, az 2900 amerikai dollár per hó, az nagyjából 1 millió 40 valahány ezer forint a jelenlegi 360 forintos dollárra számolva. Tessék, itt meg lehet nézni, 2022-ben a kamat, ugye erre a bizonyos 30 éves mógicsra, nagyjából 3% volt. És nézzétek meg, ennyi idő telt el, tehát valamivel több mint egy év, és ott állunk, hogy ez jelen pillanatban, ugye, vagy bocsánat, ez itt volt 2000, ez 2000, Felért tették fenéértették bele ezt a logót, hogy ne lássuk jól, de igen, mert valószínű, ez volt az előző csúcs. Sorry, én hibám a lényeg az, hogy, hogy, hogy akkor azóta. De mindegy, nyilván nem olyan látványos, mint egy év, ez ezt hirtelen nem is értettem most, de oké. Okay. Szóval, hogy nem olyan látványos, de azért, azért hogyha megnézzük, hogy 2000 óta ez, ez, ez milyen mértékben növekedett, és egy, egy új, új rekordot értünk el, akkor, akkor azért lehet látni, hogy, hogy lehet, lehet ezzel küzdeni. Na jó, Ilyen szinten érinti egyébként a, a, a különböző családokat, tehát minden mindennel összefügg, ez a fajta kamatemelés ugye a, a gazdaságra sincs ugye túl jó hatással, de emellett, ha meg megnézzük az adósságot, hogy ugye egyszerűen bírja finanszírozni a dolgokat, az még drasztikusan nő, tehát pénznyomtatáshoz vezet, amit még jobban és még drasztikusabban el tudja inflálni majd az amerikai dollárt, és akkor küzdünk itt az infláció lenyomásával. Hát ideig óráig sikerül, azt egy időben megint majd, 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 majd fordulnak itt a dolgok. Összességében tényleg látszik, hogy a rendszer az, ami, 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 ami nem, nem működik úgy, ahogy kéne. Na jó, és akkor jöjjön a harmadik hír. A harmadik hír pedig arról szól, hogy a Binance és CZ ügyvédei ugye visszaszóltak az scc nek és ugye az SCC perének elutasítását kérik a bíróságtól. Na hát a Binance és CZ azért nem adja könnyen, ugyanis a bíróságtól kérik az scc pernek az elutasítását, tehát hogy egyszerűen ne hagyja ezt jóvá a bíró. Itt pedig írtak egy nagyon szép 60 oldalas ilyen petíciót a binance és a CZ-nek az ügyvédjei. És a lényeg az, hogy a Binance és CZ is ugye kéri a SEC perének elutasítását a bírótól. és amiért, tehát itt a 60 oldalas, itt amit itt látunk ebben egy részletet, 60 oldalas petícióban a Binance és CZ azzal, ügyvédei azzal vádolták meg az SEC-t, hogy nem vezette be egyértelműen az iránymutatásokat a szektor számára, ugye a kriptovaluta váltó elleni per előtt. És ennek eredményeként visszamenőleges hatája szabta meg, ugye a kriptó szektorra vonatkozó szabályozói jogkörét. És ezt így nem érzik felnek, hogy most akkor a semmiből előjöttek, és akkor visszamenőleg akarnak valamit csinálni, amikor előtte meg nem építették föl. Tehát nem volt valamilyen, nem tudom én, törvény, amit ők így megszektek, hanem most utólagosan próbálják azt mondani, hogy nem mi erre, arra is van ráhatásunk, ez majd hozzánk tartozik, és majd visszamenőleg büntetünk. Szóval... Ez itt az ő problémájuk, támadnak az ügyvédek, oda-vissza a csata, hogy mi lesz belőle, azt majd meglátjuk, de az ilyen szempontból jól hogy nem adják könnyen, ö, könnyen magukat, pénzük van a csatára, az biztos. Na jó, ennyit akkor a hírekről, menjünk át a kérdezfelek rovatra. És hogyha van egy klassz információd, vagy egy jó hozzászólásod, egy kérdésed, vagy építő kritikád, akkor nyugodtan jöhet mindig a Komment szekcióban mindig itt a nagyobb videók alatt. Írta valaki, hogy Izsák zseniálisan tolta, hogy a macskopóban mondta, vala maxi pocak, bravo, zenés vacsora, ez ugye a Patreon találkozóra vonatkozik, csak hogy ez a videó, ahol az előadások vannak, már fönt van ugye a Patreonban, de aki ott voltak élőben, azok 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 szerintem felejtetetlen élményben ugye volt részük, és egyébként, hogyha Izsák művészetét szeretnétek követni, akkor kövessétek a hegedűt, tehát follow the Violin uh, címmel, van neki is egy YouTube csatornája, csak egyszerűen keressetek rá, itt van így, lát, uh, így néz ki, meg tudjátok nézni, sőt, most pár napja jelent meg a legújabb lemeze, aminek ez a címe, Follow the Violin, uh, és, és nagyon klassz népdalok vannak, én is most a napokban ezt, uh, ezt hallgattam, mert ugye ott a rendezvényen nagyon jó kis dalokat adott elő, és tényleg nagyon-nagyon tehetséges és ügyes, és nagyon sokan ugye ezt megőristettétek, akik ott élőben hallottátok. Szóval tényleg virtuóz módon játszott, és tényleg ilyenek ezek a Patreon találkozók, különlegesek nem csak azért, mert hogy van egy jó közösség, egy tök finom vacsora, hasznos előadások, személyesen tudsz olyan emberekkel találkozni, akik e, ugye e, a kriptóban részt vesznek, nem kell ezeket ugye elmagyarázni, nem egy Discord csoportban beszélgetsz, ugye mit tudom én másokkal, és soha nem látod azt a, a, másik embert a túloldalon, hanem ugye legutóbb még akkor klassz zenével, egyébként Izsák pedig szintén VIP e, Patreon tag. Milyen érdekes, hogy van egy mű aki a kriptóriánt érdeklődik, és ő személyesen ugye azt nekem, hogy amióta ezzel a kriptóval elkezdett foglalkozni, és ez nagyjából akkor volt, amikor a Patreonhoz csatlakozott még 2021 év elején, azóta aktív tag, azóta ugye sokkal másképp nézi a menedzsmentet, a bizniszt, minden ilyesmit, tehát nagyon-nagyon sokat fejlődött ezen a, 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 területen, ami abszolút az ő jelvás szolgálja. Szóval, hogyha te is ilyen fejlődésen akarsz átmenni, te is a legtöbbet ki akarod hozni magadból itt most a befektetések területén, akkor téged is várunk szeretettel. Aztán, szia Attila, két éve kezdtem a kriptóba befektetni egy számomra komoly összeggel. Persze, all time high alatt sikerült, azóta csak lefele megy, bear market, végig tanulom, minden nap foglalkozom vele. Végtanulom be, mert igen, már nagyon kezdem elveszíteni a motivációt. Egy kis motivációt adnál nekünk, kérlek. Na, először is szerintem nagyon fontos, hogy a hibádat felismerted. Az pedig az volt, hogy, oké, okay, rossz időben szálltam be, mert, hogyha most már tök jól tanulmányozod itt a piacban, akkor látod, hogy horrontottad el. Látod, hogy amikor fomó van, mennek föl az árak, megyünk, mint az őrült akkor az már a profi kiszálló ideje, nem a beszálló ideje. Tehát tök jó, hogy ugye ebből e, ilyen szempontból tudsz e, tanulni. Ha megnézed átlagosan milyen hosszú egy medve-bika piac, akkor abból is már lehet az egyébként nagyjából spekulálni, hogy itt a halvin körül időszakban, ami 2024 tavaszra lesz, onnantól váratunk majd egy változás. az, hogy most pontosan hol indul, milyen mértékben, azt nem tudjuk, de már tényleg kifele tartunk azért összességében a, a, a medve piacból. És a másik, hogy itt most egy-két évet ugye ö, emeltél nagyjából ki, hogy azóta kezdtél, meg kell érteni mindenkinek, hogy aki a kriptóba beszáll, vagy más befektetésekbe, ingatlan befektetésbe, nemesfénybe, mit, ami rész, amit szeretnél, ezek nem a gyors meggazdagodásról szólnak. Igen, vannak erre példák, nem azt mondom, hogy nincsen, de nagy általánosságban nem a gyors meggazdagodásról. Tehát el kell felejteni ezt a egy-két év alatt nagyon gazdag leszek. Ha így állsz hozzá, akkor valószínű irreális elvárásaid vannak, túl nagyokat fogsz kockáztatni azért, hogy ezt meglépd. Kevés időd lesz a tanulásra ilyen rövid idő alatt, és ezért valószínű, hogy nagyobb esélyed van bukni. Tehát pontosan ezért meg kell érteni, hogy minimum egy 5-10 évben gondolkozzál, és ne kezdjünk ugye így pánikolni, mert különben, ha rövid időben gondolkozunk, akkor a fomónál beszállunk, a pániknál eladunk, és igazából el fogjuk porlasztani a portfóliónkat. Jó, ezeket a dolgokat írtam ö, nagyjából ö, ide le. Ö, Ha tényleg a kriptóból az lesz, amit feltételezünk, akkor nem lesz gondod azzal, hogy most két évig az éppenséggel lefele, mert nagyon nem mindegy, hogy mibe tettél. Tehát, hogyha nagyon pici altokba tettél, azok lehetne, hogy nem jönnek vissza, akkor az pénz. De ha tényleg ö, megfontoltan építed a, a stratégiádat, tényleg olyan portfóliód van megfelelően felosztva, tehát bitcoin és, és, olyan dolgokban, amik, amik tényleg ö, ö, hosszú távon is jól működhetnek, vagy megfelelő módon tartott csak egy ideig kicsi altokba, amíg azt megéri, de hát valószínűleg, hogy azt írtad, hogy, hogy ugye beesett a portfóliód, akkor, 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 igazából még csak időkérdése, és, és, és ö, visszajössz. Ezért nagyon fontos, azt szoktam mondani, hogy a kriptovaló befektetés, hogy bármibe, Először tanulással kezdődik, mert te is azt írtad, hogy egy komolyabb összeggel szálltál be. A tetején. Ergo a tudásod nem volt meg hozzá, de valamilyen rászánt el összeged. Ha már beszállunk, piciben, fokozatosan tegyünk, és sokkal többet tanuljunk, és elén a... tehát ne a kriptóba fektesd a pénzed, hanem a tanulásba fektesd a pénzed. Én így csináltam, sokan mások is így csinálták, és ez hatványozottan visszahozza. De aki azt mondja, hogy nem, én inkább kriptóba teszem, és akkor majd utána fektetem majd ö, tanulásba, az elbukja nagyon sokszor a kriptót, majd még plusz kifizeti utána a tanulást is, mert elengedhetetlen lesz. Tehát nagyon nem mindegy a, 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 a sorrend, mert különben csak szerencsére építünk. Oké. Okay. De ugye a, 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 a lelki fröccs az, az itt arról szól, hogy ha eddig kibekelted és végtanulod, akkor akkor ne fáradj el benne. Akik elfáradnak pár év alatt, azok soha nem tudják ugye sokra vinni. Úgy kell erre gondolni, hogy itt vagyunk, és ha jó lesz ez a kriptó, akkor itt tényleg 5-10-15 év alatt ki tudja ebből mit lehet majd kihozni. A két év az túl rövid idő, tehát nem arra való, hogy, hogy fél perc alatt meggazdagodjunk. Szia, egy olyan kérdésem lenne, vagy inkább elgondolkodtam a következőn, és nem tudom rá a jó választ. Sokszor mondják, hogy a BTC majd a fekete gazdaság is fogja keményen használni, erősítve a rossz embereket. És ugye erre mondják, hogy a BTC fanok, hogy a blockchain minden transzparens, tehát, de hát valahol mégsem az, mert csak egy kulcsot, tárca címet lehet tudni. De az nem kapcsolható személyhez. Szóval akkor mégis anonim, vagy hogy van ez, köszi, ha levezeted a flót. <kül> Na. Szóval igen, először is az alapfogalom bitcoin esetében, tehát a bitcoin nem anonim, hanem pseudonim. Ugye az álnevet jelent, és ha most tényleg elkezdik úgymond a fekete gazdaság ezt, ezt, ezt használni, akkor azért tenni, mert ő akar ebben pénzt forgatni. Tehát, hogy valaki bitcoin bitcoinban fizetnek ki, utána azt bitcoinból kell dolgokat megfinanszírozni, azt nem csak azért csak úgy gyűjtögetjük, aztán majd egyszer nem csinálunk vele semmit. És ahogy ugye szeretnél mondjuk belőle kikesseni, bármilyesmit csinálni, ha egyszer egy olyan utalásod lesz, egy olyan kapcsolat lesz valahol egy másik tárcával, aminek van már ugye KYC-je, vagy éppenséggel ö, váltón próbálod kiutalni, vagy bármi más módon ö, ugye felfedik a, 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 a címeret, onnantól kezdve az már teljesen visszakövethető. Tehát igen, van egy bizonyos időszak, amíg csak ugye ez számok halmaz egy alfonumerikus kód, de igazából ez csak időkérdése. Arról nem beszélve, hogy egyre több olyan pont van, ahol ugye Ebben el tudsz bukni. Egyre több olyan eszköz van a különböző hatóságok kezében, amiket lehet használni, és egyre jobban használják is. Tehát idővel ez inkább szerintem majd ez, 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 ez fehéríteni fogja, és lehet is látni, hogy ugye egyre kevésbé használják ugye a, a, a bitcoint ilyen dolgokra, bár szeretik ezzel ijeszgetni a népet. Régen, amikor még a Silk Road idején meg minden, abszolút nem voltak ezzel tisztában az emberek, akkor még sokkal jobban. Most senki nem szeretné otthagyni az élete végéig a blokkláncon az új lenyomatát egy olyan ügyben, amire nem most, de lehet, hogy öt év múlva, vagy két év múlva, vagy valamikor mégiscsak fény derül, és ki tudja, hogy akkor, akkor, akkor utána milyen következménye lesz az egésznek. Nem tudom, itt is persze mindenben vannak különböző elévülési dolgok, de kérdés, hogyha bűncselekményhez kapcsolódik, vagy bármi ilyesmi, akkor annak milyen az elévülése, minden, itt nem tudom pontosan különböző országokra ugye lebontva, hogy ez mikor, meddig, de, de igazából ez, ez, nagyjából így néz ki. Szóval ez egyre több embert inkább elijeszt attól, hogy használja, hiszen utána hibázzon egyet, és az új lenyomata örökre ott van. Aztán, uh, igen, ha ez egy edukációs platform lehet lehetne róla beszélni, mi is az a pénz, nem értem, miért elvárás a pénz felé, hogy ne veszítsen az értékéből. A pénz csereszköz, és kifejezetten baj lenne, ha nem inflálódna. Persze, az is baj, ha az infláció túl magas. De aki azért nyavajok, hogy elvész a nehezen megkeresett pénze, annak van egy tuti tippem, el kell költeni. Nem csak fogyasztással lehet költeni, lehet kereskedni, lehet befektetni is az érték tárolása, van, ugye materiális és pénzügyi eszközök is. Pénz nem értékálló eszköz, hanem csereeszköz. Ennyit kell megjegyezni a csatorna. Egyébként jó látszik, hogy tapasztalatra épít, de egy kis elmélet, meg a fogalmazás el ö, emelné a színvonalát. Egyébként ezekről a dolgokról is volt már szó, azért most már gondolj bele, hogy több mint 1600 videó van fönt három és fél év alatt. Tehát most csak az elmúlt egy-két hónapból, vagy elmúlt egy, nem tudom, 50-100 videóban, nem tudom, mennyiből indulsz ki. Uh, jó, nem, nem, nem magyarázok el még egyszer a pénz és minden fogalmát újra és uh, újra. És itt azért, főleg főleg azért a, a hírekről beszélünk. Az oktató videók, mert minden nem el egyszerűen a Youtube-on, uh, és akkor teljesen keszekusza lenne az egész. Itt direkt uh, Kriptó kapcsolatos hírek vannak, és a Patreonban vannak a különböző oktató videók. ott most is van például ez a tök új sorozat, ami ugye a vagyon teremtésről szól. Pontosan azért, hogy az emberek tudják. Mert igazából oké, hogy a pénz egy csereeszköz, de hidd el, hogy az emberek többsége nem rendelkezik azzal a tudással, hogy tudatosan jól tudja hosszú távon befektetni a pénzét, és nem csak megtartani, hanem növelni a pénzének az értékét. Tehát persze, oké, hogy nyavajognak, hogy, hogy, hogy elvész a pénzünknek az értéke, de ennek ellenére, amit pont a mai hír volt, tehát hogy itt a, a, ha megnézzük ezt az államadóságot, hogy ez kinéz, tehát hogy, 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 hogy ezeket ezeket a görbéket, az én olvasatomban ez, ez nem abba az irányba mutat, hogy ennek így kéne lennie, és ez így egyébként most jól működik. Persze, erről most lehet vitatkozni, hogy ennek ez a dolga, nem ez a dolga, de minden esetre. Mivel nincsen pénzügyi edukáció a, a, az iskolákban, az embereknek a, a szüleinek a többsége sem rendelkezik ezzel a tudással, tehát a gyerekeinek sem tudja ilyen szempontból továbbadni. Egy olyan elvárás a társadalommal szemben, hogy majd akkor, akkor ők befektetnek. Az szokott lenni, hogyha valami kis pénz összejut valakinek, akkor valami havert megkérdezünk, mert benne bízunk, mert hát már régóta ismerjük, együtt jártunk iskolába. Az nem azt jelenti, hogy ért hozzá, de nekünk van felé egy bizalmunk, hogy biztos, hogy jól lesz, ha ő mond valamit, van egy jó ötlete, és hogy az az illető, aki befektete nem igazán van tisztában azzal a befektetési területtel, ezért egy Las Vegasban igazából is kaszinózik ezzel. Ha haver jó ötletet adott, akkor szerencsénk van, ha haver nem, akkor meg nincsen szerencsénk. Tehát, hogy igen, tényleg először az első mindenképpen a, a tanulás, és ez a csatorna pont arról szól. És ugye ezt szoktam mindig mondani, hogy a befektetésekre épül, és én sem vagyok all in bitcoin, nem hiszek abban, hogy egy lábon kéne állni, szerintem ez nem egy szerencsés dolog. Igen, számos más ö, lehetőség is van csak kezdjünk el vele foglalkozni. És maga az, hogy ha valakit kér, hogy mi az a pénz, igazából erről már rengeteg anyag van, magyarul is, tehát meg tudja nézni, és igen, ez ilyen szempontból egy csereeszköz, csak hát, hogyha az infláció miatt, ami jelen pillanatban nagyon nagy, és valahol pedig extrém nagy, a fizetések nincsenek arányban, akkor egyszerűen az emberek nem tudnak megélni. És ez szerintem igenis baj, és igenis elvárható lenne, hogyha te annyi erőt, energiát beleteszel abba a munkába azért, hogy a családodat eltarts, akkor az nem fair, hogyha a nagyok azzal játszanak, hogy ugye neked egyszerűen el lehetetlenítség az életedet és hogyha pedig nem pénzben tartod, hanem elköltöd e, dolgokra, akkor pedig ugye az meggátolja azt, hogy te vagyon tudjál felhamozni, és örökre a mókuskeréknek a része lesz, és örökké ki leszel szolgáltatva. És ha befektetett, tehát hogy arra költöd, akkor ez egy jó dolog, csak ahhoz először egy tudást kell megszerezni. Nyilván itt legtöbbet a kriptos befektetésekről beszélünk, és annak nagyon nagy kockázatáról is, de valaki kibébe ízik, csak az fektessen kriptóba, aki, a, aki utána járt ennek, és úgy gondolja, hogy ez, ez, ez egy jó dolog. Azért soha ne fektes kriptóba, mert én, bárki más azt mondja, hogy ah, ez egy jó dolog. Nem, én is azt mondom, hogy ez az én olvasatomban egy jó lehetőség, egy lábnak szerintem tök jó. Ez az én véleményem. Tudom, hogy nagyon sok youtuber külföldig is azt mondják, hogy all in kriptó, mindent kriptóba, ez lesz a legjobb. Lehet, de azért készüljünk mindig föl azokra az esetőségekre, hogy megfelelően legyen felosztva a portfóliónk, egyszerűen a saját nyugalmunk és biztonságunk érdekében. És hogyha tényleg akkor átmegy a kriptó, mint amit várunk tőle, tényleg úgy alakulnak a dolgok, ebben a feltételes módok, akkor meg, akkor meg nagyon jól fog járni, aki, aki, aki ebben az időszakban, a korai, nagyon korai időszakban ugye részt vett ebben. De ugye ott van a ha, sok feltételhez van ez kötve, azért természetesen. Na jó. Ennyit akkor szerintem a kérdezfelelek robotról. Ne felejtsd el, ugye, hogyha nem vagy még feliratkozva, és friss tartalmakat minden nap akarsz kapni, short videók, hosszabb videók formájában, napra kész akarsz lenni kriptóban. Itt a a Blockchain YouTube csatornám. Feliratkozó gomb, csengetjük, összes ennyi a lényeg. És egyébként most már csak 24-ig, tehát most tudod leadni a szavazást itt a Facebook oldalon a könyvre. Köszönöm szépen, de természetesen szeretnék én is visszaadni, tehát a szavazók között ki fogom sorsolni azokat a kurzusokat. Ne felejtsd, hogy mind a két helyre lead azt a szavazatot, hogyha egyet-egyet megteszel, mert akkor fog ez igazából élni. És a bátortábornak nézzük meg, hogy mit tudunk következő hétfőre összehozni, most péntek van, 2.682.000-en van, azért ráfrissítek, képzeljétek, mi nem van, hogyha még a fölvétel alatt is ment föl az ár. Mi van? Hát mi van? Semmi nincs, mert hogy nem ment. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon -nagy ügyesek vagytok. Tényleg 91 ember már úgy gondolt, hogy ehhez valamilyen mértékben hozzájárul, és ez a lényeg. Tehát tényleg csak annyi, hogy lépnek a ami neked belefér, és te részesen ennek a klassz dolognak onnantól kezdve. Te is benne vagy és az a lényeg, hogy a részvétel, abszolút a részvétel a fontos. Én ma is futottam reggel egy 15 kilométert. Tegnap, tegnap előtt ugye voltam ezen a, képzésen, ami szintén nagyon jót tett. Rengeteg új ötletem van most, hogy hogyan tovább, hogyan tudom erősíteni tovább a blockchain bloomot. Tehát tervekkel jól állunk, készülünk a 2024-25-ös időszakra is, és látjátok, hiába a medvepiac, ez a csatorna ugyanúgy csinálja töretlenül a dolgokat, ugyanúgy mennek mindenhova a tartalmak, sőt egyéb meglepetésekkel is készülök még ebben az évben, amin már hónapok óta dolgozom, tehát jönnek érdekes dolgok. Ha itt vagytok, akkor mindenről időben tudomást fogtok akkor szerezni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Szép hétvégét, sziasztok!